Köszöntöm szeretettel a szerdai televízió nézőket. Ezen a szerdán János evangéliumából hallunk egy részletet a világ minden katolikus templomában, így hát nálunk Magyarországon is. Ez a harmadik fejezetből 16-tól 21-ig tartó mondatok sora. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az elnevessen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitte az Isten egyszülött fiában. Ez az ítélet? A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tettei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe. Ennyi az evangélium, ami tulajdonképpen Jézusnak azon a bizonyos éjszakán Nikodémussal folytatott beszélgetésének a második fele. Így hát nem is kerül szóba maga Nikodémus, aki ugye egy hithű farizeus volt, kíváncsi volt Jézus véleményére néhány dologban, ezért éjjel, hát kis hitű volt, és talán bátortalan éjjel kereste föl Jézust, hogy tisztázzon néhány dolgot. Kérdéseket tett föl neki, és Jézus válaszolgatott. De maga Nikodémus előbb-utóbb rájött arra, hogy tulajdonképpen az isteni mester másról akar inkább beszélni, mint arról, amit ő kérdez tőle. Ez a farizeus lelkületű, bár mondom gyengehitű vagy kis ember ugyanis, még mindig úgy tekintett Jézusra, mint akire számítható, hogy majd a római katonaságtól megszabadítja Izraelt és a zsidók. Ezen a provincián, a római birodalom talán legkeletibb részén szabadon tudnak élni. Nem isteni, hanem evilági megváltót, messiást látott benne. Jézus mondja kérdéseire a választ, aztán egyszer csak már Nikodémus szinte elhallgat, és már ahogy az Evangéliumból kiderül, csak csodálkozik. És ezt a csodálkozást használja ki Jézus, és erre reagál úgy, hogy kezd fontosabb dologról beszélni. Például arról tehát, hogy az üdvösséget megszerezni jöttő közénk, és nem evilági szabadságot, békét vagy egyebet. Rajta áll vagy bukik az ember személyes, túlélése a földi életnek és az üdvösségbe jutása. És ahogy mondja, a világosság fiai lesznek azok, akik hisznek benne, és elnyerik az üdvösséget. Persze ez a hisznek benne, ez néha úgy érzem félreérthető, mert talán úgy gondolja valaki, hogy ez azt jelenti, hogy az Isten létében, vagy Jézus létében kell hinni. Sajnos voltak korok, amikor mind a kettőt, még az utóbbit is megkérdőjelezték, hogy egyáltalán létezett-e egy Jézus nevű ember az időszámítás első éveiben. Az igazi hit azonban nem csak ezt jelenti, hanem azt, hogy neki hiszek, elfogadom a tanításait, figyelek arra, hogy egyáltalán mit kell tennem azért, hogy üdvözüljek, és esetleg másoknak jó példát mutatva. Vagy másokért is imádkozva, másokat is üdvözítsek. És itt jön ez a kifejezés Jézus ajkára, hogy az igazsághoz szabottan kell élnünk. Egy szabó mester lépjen elénk képzeletben, aki ráteszi a szabás mintát arra a vászonra, amit aztán ahhoz szab, vagyis körülvágva, egy új ugyanolyan darabot hoz létre abból a vászomból, mint amilyen a szabás minta. Nekünk az igazsághoz, Jézushoz kell szabni magunkat, szabni az életünket. Ezt jelentő világosságnak, a világosság embere magatartásának. Persze azt is sajnos be kell kalkulálnunk, hogy ahogy mi igyekszünk a világosság emberei lenni, igazsághoz szabott élettel, rögtön ellenünk fordul a sötétség fia, maga a sötétség. Talán ismerős Sik Sándornak a Szent János Bogár című verse, nem akarom az egészet elmondani, de nyúlfarknyik is gondolatát érdemes megtanulnunk hogy este lett a régi kert felett egy sápatarcú, ronda vén bagoly egy Szent János bogárkát kergetett. Miért? Most nincs tovább. Kitárom rád a számat, a körmöm közt éplek szét, ha megtalállak. És akkor a bokorban valahol, mondja a költő, megszólal a kis Szent János bogár. Miért te durva hang? Mit vétettem neked, te vén bagoly, hogy így kergetsz az életemre törve? Világítasz, bitang. A sötétség fiai soha nem tudják elviselni a világosságot. Hogy sokszor mi is egy kicsit eltompított fényre csökkentjük sugarainkat, sajnos előfordul. Ez az, amikor nem jót cselekszünk, hanem közömböset vagy rosszat, és kezdünk már nem igazán a világosság fiai lenni. Na, ez az, amivel Jézus nem lehet, hogy megbékéljen. És mégsem kell félnünk tőle. Hisz tudjuk, hogy üdvözíteni jön, nem elítélni jön a világot. Tehát ha mi néha veszítünk is a fényünkből, ha netán alig merünk kimenni a világosságba, nehogy napvilágra kerüljenek tetteink, bujkálunk, titkolózunk, de sokszor fordul ez elő akkor Jézus szinte utánunk nyúl, fölkinálja a bűnbánat szentségét, végtelen szeretetével figyelmeztet arra, hogy, hogy nyugodj meg, hisz érted is feláldoztam magamat a keresztfán. Hát tegyük azt, amit Nikodémus tett. Éjjel fölkereste, mi bármikor fölkereshetjük, odaült, vagy talán oda térdepelt Jézus elé, és hallgatta őt. Nem tudjuk, mi inspirálta arra, hogy aztán kiállt a halott Jézus előtt. A halott Jézus ér, amikor már meghal Jézus, tudjuk ő, és az a bizonyos arimatejai József kérik el Jézus holtestét, hogy tisztességesen eltemessék. Ha mi oda térdepelünk Nikodémus mellé, talán előbb-utóbb mi is ki tudunk állni Jézus mellett. Akarjunk, vagy hát eddig is megtettük, Hála Istennek, ha így van! Akarjunk kiállni a kereszténység mellett! Erről döntsünk! Minél hamarabb, és véglegesen! Köszönöm, hogy meghallgattak!